Több mint 50 ország képviselteti magát az 57 tagállamból az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet Észak-Macedóniai ülésén. Néhányan azonban az orosz külügyminiszter jelenléte miatt bolykottálják az eseményt. Ukrajna és Lengyelország mellett ide tartoznak a balti államok is. Hogy lehet az, az európai biztonságról tárgyalni egy olyan állammal, amely elszántan arra törekszik, való, hogy ezt lerombolja? Nem látok lehetőséget kompromisszumra, és a többi balti állam is ugyanez az álláspontjuk, mondta a litván külügyminiszter. Az amerikai külügyminiszter egy rövid időre benézett a szkopjai találkozóra, de még Szergej Lavrov orosz külügyminiszter érkezése előtt tovább utazott Izraelbe. Anthony Blinken azzal vádolja Moszkvát, hogy durván megsérti a kelet-nyugati feszültségek enyhítésére irányuló hidegháborús erőfeszítések minden egyes alapelvét, és könnyörtelenül igyekszik akadályozni az EBESZ munkáját. Az ülésen elnöklő Észak-Macedónia szerde estére felfüggesztette az Oroszországból érkező járatokra vonatkozó légtértilalmat, hogy Szergely Lavrov gépe berepülhessen az országba. Az EBESZ tagállamok vezető diplomatái a szervezet jövőjéről és az előtt álló kihívásokról tárgyalnak két napon át szkópjéban.